Nádat és a lerombolt házakból megmaradt cölöpöket vitt ma a Párbeszéd Mészáros Lőrinc budai villájához. Így tiltakoztak a Fertőtónál épülő állami gigaberuházás ellen, amelyet a felcsúti vállalkozó cégei építenek majd. Nem hagyhatjuk, hogy egy ilyen oligarcha eluralja az egész országot, a vidéket, a Budapestet és a Fertőtovat. A 100 leggazdagabb listáját már uralja Mészáros Lőrinc. Csányi Sándor OTP vezért taszította le a dobogó felső fokáról. Mészáros Lőrinc vagyonát 455 milliárd forintra becsülik, ami 185 milliárddal több, mint tavaly. A járvány alatt is nőtt az Opus nevű cégének tőzsdei árfolyama, és a most létrejövő Magyar Bank Holdingban lévő részesedésének értéke. Ez a kettő együtt már több mint 250 milliárd forint. És akkor még nem beszéltünk az építőipari vállalkozásokról és a különböző más tevékenységeiről. Arról nem is beszélve, hogy körülbelül 400 céget tartalmaz most ez a birodalom. A kormányinfón kérdeztük a miniszterelnököt Mészáros Lőrinc sikeréről. Hát általában azt gondolom a ilyen típusú ügyekről, hogy ha valakinek sok pénze van, akkor két szabályt kell követnie, amit a kormány elvár. Ennyi közünk van a dolgokhoz. Az első, hogy minden szabályt be kell tartani. A másik, hogy minden adót be kell fizetni, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki befizeti az adóját. A miniszterelnök azt mondta, a leggazdagabbak listáján szereplők 80%-a szerinte még mindig baloldali, ami messze van az általa kívánt egyensúlytól. Arra a kérdésünkre nem válaszolt, hogy mennyi állami támogatást kaptak az elmúlt évben Mészáros Lőrinc érdekeltségei. A kormány a beadott cégek által kért, igényelt, pályázott támogatásokról tud dönteni, hogy dönt mögöttük, milyen százalékban, hogyan, ki, miképpen tulajdonos. Ebben a kormány nem illetékes. A miniszterelnök ugyanezt gondolja a családtagjai üzleti sikereiről. A 100 leggazdagabb listáján a vejebb Tibor István is szerepel, 39 milliárd forintos becsült vagyonával a 37. Egy év alatt 2,2 milliárd forinttal gyarapodott. A demokratikus koalíciónál azt mondják, kormányra kerülésük esetén zárolnák az oligarchák vagyonát, és kizárnák az állami vezetők hozzátartozóit a közbeszerzéses beruházásokból és az állami támogatásokból. Ez tisztességtelen, hiszen látjuk, hova vezet. Orbán Viktor gyakorlatilag úgy alakítja a törvényeket imáron 10 éve, hogy a saját családja, családbarátai gazdagodjanak. A 100 leggazdagabb magyar becsült vagyona egy év alatt a koronavírus járvány gazdasági hatásai ellenére 1000 milliárd forinttal gyarapodott.